parlagfű felderítés, a hatóság légi úton vizsgálja a parlagfűvel fertőzött területeket. Népszerű az OKI, a pénzügyi gazdasági területekre jelentkeznek a legtöbben, de a top szakmák a munkaerőpiaci hiány függvényében is változnak. Hősképzés Nyíregyházán, bárki képes lehet életet menteni. Akár 5 millió forintos büntetést is kaphatnak azok a gazdák, akik nem tartják rendben földjeiket. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A növényvédelmi bírság a terület nagyságától függően 15 ezer forinttól akár 5 millióig is terjedhet a parlagfűvel fertőzött táblák esetében. A felderítés légi úton történik, ennek során közel 300 ezer hektár területet vizsgálnak át a szakemberek. Már javában tart az allergia szezon, ráadásul a tavaszi esőzések nem tették lehetővé a megfelelő gyomírtást. A gazdálkodóknak a vonatkozó törvény alapján kötelességük kiírtani a fertőzött részeken az egészségkárosító allergén parlagfüvet. A kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági növény és talajvédelmi főosztálya ezt rendszeresen ellenőrzi, pár éve már légi úton is helikopter segítségével. A levegőből nagyon jól látszanak azok a fertőzött területek, amelyek, ahol megtaláljuk a parlagfüvet, és ahol látjuk, ott a helikopter megáll a levegőben, és a GPS koordinátákkal a földhivatalnak a munkatársai behatárolják a területet. Mi megállapítjuk a fertőzés mértékét, mármint hogy a növényvédelmi felügyelők, és akkor a következő lépés az, hogy összevetjük a térképekkel, összevetik a földhivatal munkatársai, és egy úgynevezett parlagfű információs informatikai rendszeren keresztül felvesznek egy jegyzőkönyvet, amit eljuttatnak a növény- és talajvédelmi osztályra, és a növény- és talajvédelmi osztály ez alapján indítja el az eljárást. A légi felvételek a hatósági eljárás bizonyítékai, a jegyzőkönyv alapadatai. A felderítést bírságolás követheti, ami egy felszólítással kezdődik, majd közérdekű védekezést rendel el a hatóság, amit abban az esetben, ha a tulajdonos vagy a földhasználó nem végzi el a mentesítést, végre is hajtanak. Emellé növényvédelmi bírságot szabnak ki. A bírság mértéke az 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet területnagyságnak megfelelően. Természetesen a kormányhivatalnak nem az a célja, hogy a bírságot minél magasabb összegben szabjuk ki, hanem pontosan a megelőzés, a prevenció a cél. Másrészt pedig ugye a legfontosabb érték az emberi egészség, tehát innentől kezdve nekünk ezt kell figyelembe venni. Én úgy gondolom egyébként, hogy mindenki kellő komolysággal kezeli ezt. Külön köszönetet szeretnék mondani az Agrárkamarának, aki megfelelőképpen tájékoztatta és hívta fel a gazdálkodók figyelmét arra, hogy a kormányhivatalnak milyen eljárási kötelmei vannak. A légi felderítés időpontját előre közlik a gazdákkal, akik így mentesülhetnek a bírság alól. A cél ugyanis nem a büntetések kiszabása, a folyamatnak sokkal inkább prevenciós jellege van. Jelentősen nőtt az OKI-s képzésekre jelentkezők száma az elmúlt években, egyre népszerűbbek a pénzügyi gazdasági területek, de a top szakmák a munkaerőpiaci hiány függvényében is változnak. Az OKI-s képzések egy része térítésmentesen elvégezhető, de lecsökkent azoknak a felnőtt oktatási intézményeknek a száma, ahol ingyenesen lehet szakmát tanulni. Az OKI-s tanfolyamok közül nők körében inkább a pénzügyi gazdasági tanfolyamok a népszerűek, a férfiak pedig nagyobb arányban jelentkeznek ipari képzésekre, azon belül is a gépkezelői terület az egyik legnépszerűbb. Derül ki a Perfect ZRT felméréséből. A felnőtt képző intézmény adatai alapján a társadalombiztosítási ügyintéző, a bérügyintéző, a sportedző, a vállalkozási mérlegképes könyvelő, valamint a pénzügyi számviteli ügyintéző most az öt legnépszerűbb OKI-s képzés. Miért népszerűek ezek? Hát egyrészt, mert szükségszerű, a gazdaságnak szükség van ezekre a végzettségekre, illetve a sportedző esetében pedig azért, mert ahhoz, hogy ő edzőként végezze a munkáját, akár labdarúgó, akár kézilabda, röplabda vagy kosárlabda edzőként, erre az OKI-s végzettségre szüksége van. Aki nem került be egyetemre, annak jó alternatíva lehet egy OKI-s képzés elvégzése. De nem csak azért, mert diák igazolvánnyal járhat, vagy később a felsőoktatási felvételinél akár többletpontot is jelenthet egy-egy OKI-s végzettség. Magyarországon jelenleg a szakképzett munkaerőből van hiány, így sok olyan képzés indul, mely gyorsan szakmát is adhat az ember kezébe. A nappali iskola rendszerű képzés mellett népszerű a felnőtt képzés is,
Ezzel ugyanis rövid időn belül rugalmas időbeosztásban szerezhető olyan piacképes szakma, melyel gyorsan és jó fizetéssel el lehet helyezkedni a munkaerőpiacon. A felnőtt képzésnek egyik jellemzője az, vagy a fő jellemzője az, hogy rugalmas. Tehát általában, amikor jelentkezik a munkaerőpiacon egy lehetőség, vagy egy hiátus, akkor azonnal, nem csak szeptember 1-től, hanem akár decemberben, amikor egy-egy csoport összejön, akkor lehetőségünk van arra, hogy indítsuk azt a képzést. Itt ebből azt tudom mondani, hogy azért is rugalmasabb, mint az iskola rendszerű, mert folyamatosan, illetve igazodunk a hallgatóknak az elvárásaihoz. Egyre több fiatal jelentkezik OK is, vagyis az országos képzési jegyzékben szereplő képzésre, a tavalyihoz képest pedig tovább növekedett a 15 és 24 év közötti jelentkezők száma. Bár az állam 2015 óta két OK-s bizonyítvány megszerzését biztosítja térítésmentesen, ez nem azt jelenti, hogy minden OK-s képzés ingyenes lenne. Jelentősen lecsökkent azoknak a felnőtt oktatási intézményeknek a száma, ahol ingyenesen lehet szakmát tanulni. Ráadásul nem is minden az országos képzési jegyzékben szereplő szakma végezhető el államilag támogatott formában, egy részük csak fizetős felnőtt képzésben tanulható. A kormány rendezze a közszféra dolgozóinak a bérét is, szólította fel a Fidesz-KDNP-t Halmi József az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Magyar Szocialista Párt megyei alelnöke kiemelte, hogy amíg a parlamenti képviselők fizetése jelentősen emelkedik, addig a kormány hazudik arról, hogy a közalkalmazottak és a köztisztviselők bére emelkedett volna az elmúlt években. Halmi József szerint a melegétkeztetés és a kafetéria elvonásával a közszférában inkább nettó bércsökkenésről lehet beszélni. Ellenben a képviselők esetében az eddigi összesen 18%-os béremelkedés akár 700 ezer forint plusz jövedelmet is jelenthet. A politikus hozzátette, az MSZP 15 országgyűlési képviselője a politikusi béremelésből származó jövedelmükből rászorulókat segít majd. Tenepi országos elnökség döntése az, hogy a bruttó 200 ezer forint bérnövekmény, ami a képviselőket illeti, annak nettóját egy szolidaritási alapba fizetik be, és ennek a felhasználására később dolgoznak ki szabályzatot, nagy valószínűséggel rászorulókat fognak támogatni. Tehát a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselői nem hazaviszik ezt a bérnövekményt, hanem rászorulóknak fogják eljuttatni. Fél éve tart a Hős Képző kampány. Az ingyenes képzéseken bárki elsajátíthatja azokat az ismereteket, amelyeket hirtelen szívleállás esetén alkalmazni kell a mentők kiérkezéseig. Ebben segíthet még a Szív City alkalmazás is, amit eddig több mint 10 000-en töltöttek le, és már életet is mentett. Fél éve tart a Hős Képző kampány az ország megyeszékhelyeinek mentőállomásain. A program azért jött létre, hogy minél több ember rendelkezzen olyan ismerettel, amivel életet menthet hirtelen szívleállás esetén. A mentők által évente észlelt mintegy 6000 hirtelen keringés megállás esetében csak akkor tudunk segíteni, akkor lehet sikeres az újraélesztés, hogyha a helyszínen lévő laikusok azonnal megkezdik a mellkasnyomásokat. A nemzetközi szakirodalom szerint az azonnal megkezdett mellkasnyomások, illetve a gyorsan a helyszínre érkező defibrillátor esetében mintegy 60%-kal nagyobb az esély arra, hogy sikeres újraélesztést tudunk végezni. Amennyiben valaki elég elszántságot érez ahhoz, hogy életet mentsen, letöltheti a Save City elnevezésű alkalmazást is. Az applikációt eddig több mint 10 000-en töltötték le, és már életet is mentett. A Save City alkalmazás, ez egy mobil applikáció, amit mindenki letölthet a saját telefonjára, okostelefonjára, és ezzel segítségül, vagyis hát segítséget adnak számunkra arra, hogyha hirtelen, tehát közterületen összeesés történik, illetve keringés megállás, akkor mi küldünk nekik egy értesítést erről, hogy a közelükben újraélesztésre lenne szükség, így a laikus első segélynyújtók oda tudnak menni, és akár perceken belül hősök lehetnek. Az alkalmazás későbbi frissítésében már nem csak a vészhelyzetekről kapnak értesítést a felhasználók, hanem arról is, hogy milyen messze található a legközelebbi félautomata defibrillátor. A hősképző programra a laikusokon kívül azokat az egészségügyi dolgozókat, háziorvosokat és asszisztenseket is várják, akik szeretnék felfrissíteni újraélesztési ismereteiket. Az ingyenes képzést Nyíregyházán minden hónap utolsó hétfőjén délután 3 és 5 óra között tartják a mentőállomáson.
40 éves kor felett jelentősen megnő a szűrővizsgálatok fontossága, de a fiatal felnőtteknél is érdemes már 3 évente egy állapotfelmérést végezni, hívják fel a figyelmet az orvosok. Bár a lakossági szűrővizsgálatokat törvény is szabályozza, a lakosságnak is aktívnak kellene lennie a korai megelőzés érdekében. A rendszeres szűrésekkel a megbetegedések jelentős része elkerülhető vagy gyógyítható lenne. Ugyanakkor a saját magunkon végzett vizsgálatokkal is sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért. A 21. században már nem a különböző fertőzések jelentik a legnagyobb egészségügyi problémát, hanem az egyre több embert érintő krónikus megbetegedések. A szűrővizsgálatok célja a betegségek korai felismerése, lehetőleg a tünetmentes szakaszban, amikor a biológiai elváltozás már kialakult, de a beteg még panaszmentes. A szűrővizsgálatokkal kapcsolatban van jogszabályi rendelkezés, és a házasokat igazából ez kötelezi is. Azt mondja a finanszírozási szabály, hogy 3 évente a 35 év alatti korosztályt egy állapotfelmérésen kell, hogy részt vegyen, 35 év felett pedig 2 évente. Csak hogy ez kell a páciens is, és kell, hogy megjelenjen a háziorvosi rendelőben. Amennyiben a családban nincs örökletes anyagcsere, szív- és érrendszeri vagy cukorbetegség, akkor a 35 év alattiak esetében elég a 3 évente elvégzett vérvétel, hasi ultrahang és szemvizsgálat. A szűrővizsgálatok jelentősége inkább 40 éves kor felett nő meg. 40-45 éves kor fölött a hölgyeknél a endőrák szűrés, illetve a méhnyakrák szűrés. A méhnyakrák szűrésre mondjuk már korábbi életkorban is, tehát gyakorlatilag egy 25 éves aktív szexuális életet élő korosztály esetében érdemes volna 3 évente egy méhnyakrák szűrésre elmenni, de 40 éves kor fölött ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 2 évente az endőrák szűréssel, a mammográfiás vizsgálattal együtt ez fontos volna. Urak esetében az urológiai vizsgálat és egy PSA-teszt, a prostata rák szűrése szintén egy 2 évente érdemes volna, és 50 éves kor felett pedig a vastagbélrákoknak az aránya emelkedik meg, a vastagbélrákokat lehet szűrni. Sós Zoltán azt is kiemelte, a saját magunkon végzett vizsgálatok is elengedhetetlenek a szűrések mellett. Ezekkel számos daganatos megbetegedés, mint a bőrrák vagy a hererák is időben kiszűrhető. Augusztusban hozzák nyilvánosságra az újabb diplomamentő csomaggal kapcsolatos információkat, és szeptembertől indulnak az államilag támogatott nyelvi képzések. A programban 400 millió forintból közel 1300-an vehetnek részt. Ez azoknak nyújt segítséget, akik oklevelüket a nyelvvizsga hiányában nem kapták meg. A támogatás fejenként legfeljebb 300 ezer forint lehet, a programban résztvevőknek pedig legkésőbb 2020. március 31-éig kell bemutatniuk a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványukat és az az alapján kiadott diplomájukat. A programban angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvi képzésekre lesz lehetőség. A nyelvi képzés szintje legalább általános, B2-es, tehát középfokú, a közös európai keretrendszer szerinti kimeneti szint lehet, így többek közt a szakmai nyelvvizsga is támogatható. Már vissza lehet vinni a patikákba a minőségi hibás rákkeltő, valszartan hatóanyagot tartalmazó gyógyszereket, közölte az OGYI. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet tájékoztatása szerint az érintettek augusztus 31-éig bármelyik patikában leadhatják a gyógyszert, ehhez nem kell felmutatniuk a vásárlásnál kapott blokkot sem. Azt viszont érdemes szem előtt tartani, hogy a gyógyszertárak maximum 2 doboz bontatlan lejárati időn belüli készítményt vehetnek vissza betegenként. Korábban az Európai Gyógyszerügynökség jelezte, hogy rákkeltő anyagot talált egy kínai gyógyszeripari vállalat által gyártott valszártan hatóanyagban. Az Európai Gyógyszerügynökség ugyanakkor jelezte azt is, hogy nincs közvetlen veszély, a betegeknek nem kell felfüggeszteniük a valszártan hatóanyagú gyógyszerek szedését, ha csak orvosuk nem utasítja őket erre. A gyártó nem sokkal később visszahívta a hibás hatóanyagot. Ezt a fajta magas vérnyomás elleni gyógyszert mintegy 200 000 ember szedheti idehaza.
Nagy erővel ütközött két személyautó hétfő délután Nyíregyházán. Az egyik autós feltehetően a zöld jobbra kiegészítő jelzést elnézte, így tilosban ment egyenesen a 36-os főútvonal átvezető szakaszán, a Pozsonyi téren. Ezzel egy időben szemből érkezett a szabályosan hajtó második személyautó, így a két jármű nagy erővel ütközött össze. Mindkét autóban jelentős az anyagi kár. A vétlen sofőrt kórházba szállították, az okozó sofőrrel szemben pedig eljárás indult. Már nem Kondás Elemér a kisvárdai futballcsapat edzője. A bajnokságot 2-4-0-ás vereséggel kezdő élvonalbeli újonc vezetősége közös megegyezéssel bontott szerződést a szakemberrel. A héten a tréner eddigi segítői Erős Gábor és Kocsis János tartják az edzéseket. Végleges megoldás 1-2 héten belül várható, a jelöltek között hazai és külföldi edzők egyaránt vannak. Azt már a rajt előtt tudni lehetett, hogy nem könnyű a kisvárda sorsolása, az újonc ugyanis az első négy fordulóban az előző bajnokság első négy helyezettjével játszik, háromszor ráadásul idegenben. A Molvidi FC és a Budapest Honvéd elleni 4-0-ás vereség, valamint a két meccsen mutatott játék azonban lépésre késztette a klub vezetőit. Bár a sereghajtó Kisvárdánál 5 csapat is mindössze 1 ponttal szerzett többet, az előjárók és Kondás Elemér közösen úgy döntöttek, hogy más személyiségű, más munkamódszerekkel dolgozó edzőre van szükség a feljutásra a helyi sporttörténelmet író tréner helyett. Nagyon pozitív személyiség, csak túl jó ember, és azt gondolom, hogy ez a csapathoz most egy szigorúbb, talán következetesebb és harcosabb személyre van szükség. Elsősorban a mutatott játék, illetve az a kilátástalanság, ami jellemzett minket a mérkőzéseken, ez mondatta velünk azt, hogy mindenképpen váltanunk kell. Talán az volt a nagy probléma, hogy több nációba jöttek most játékosok, hogy az is probléma lett, és nem sikerült ezeket a rafkósabb játékosokat rövid időn belül csatasorba állítani. Nyelvismereti problémáink is voltak, illetve azt gondolom, hogy és ez a legfontosabb, a motivációval, a mentális bázissal voltunk elégedetlenek. A Kisvárda vezetői nem akarják elkapodni a döntést, olyan edzőt szeretnének, aki motivált csapatot tud formálni a több futballkultúrából érkezett játékosokból. Mindenképpen olyan edzőt szeretnénk hozni, aki a jelenlegi stábtagokkal, illetve kiegészülve most már az Orál Dáviddal, a Vas Dáviddal tud majd együttműködni, nyelvismeretekkel rendelkezik. Magyarban gondolkodtunk már, illetve megfelelő motivációt tud adni a játékosoknak, tudja vinni a csapatot. Horváth Ferivel beszéltem, aki tavaly a Balmazdal ugyan kiesett, de az a kiesés az úgy érzem, hogy nem csak az hibája volt, ha nevezhetjük hibának, hanem egy olyan gyengébb képességű együttessel tudott olyan eredményt mutatni, amit akár mi is elfogadnánk. Révész Attila elmondta, hogy menedzserek már cseh, horvát és orosz edzőket is ajánlottak számára. Egyelőre az Erős Gábor Kocsis János páros tartja a tréningeket, végleges döntés 1-2 héten belül várható. Elkezdte a felkészülést a Fátum Nyíregyháza. A bajnokság és a Magyar Kupa mellett a CEV kupában is induló női röplabdázókhoz 6 új játékos érkezett a nyári szünetben. A Hollósi László által irányított együttes minimális célja az, hogy dobogón végezzen a hazai bajnokságban. A vasárnapi csapatépítő vetélkedőt és a hétfői orvosi vizsgálatokat követően a Continental Arena edzőtermében kezdték a keddi napot a Fátum Nyíregyháza játékosai. Darabos Balázs erőnléti edző a két csoportra osztott társaságnak adott ízelítőt abból, hogy mi vár rájuk a következő hetekben. Az első és legfontosabb az az volt, hogy megcsináljuk azokat a teszteket, ami alapján tudjuk a játékosokat akár külön is egyénileg dolgoztatni, illetve ki tudjuk alakítani azt a rendszert, ami alapján a gyógytornásszal, az erőleti edzővel, a vezetőedzővel olyan munkát tudunk végezni, vagy tudnak végezni akár a labdás edzések előtt is, illetve után is, hogy elkerüljenek minket a sérülések, illetve hogy minél nagyobb potenciált tudjuk kihozni a játékosba. A legutóbbi szezonban Magyar Kupa győztes és bajnoki ezüstérmes csapatból többen távoztak, helyükre 6 játékos érkezett. A kanadai Daniela Brisbois és Jasmine White, a szerb Oliveira Medic, a volt újpesti Jancsin Kitti, a palotáról szerződtetett László Palekszandra mellett a saját nevelésű Tóth Dalma csatlakozott a felnőttekhez, azaz a keretfele kicserélődött.
Ezért is kezdtük kicsit hamarabb a felkészülést, hiszen a fele csapat kicserélődött. Ezáltal nagyon fontos az, hogy tényleg azokat a taktikai és technikai elemeket, amik a mi fejünkben van, azt átadjuk a lányoknak, illetve megismerjék, hogy milyen rendszerbe szeretnénk dolgozni, illetve hát fizikailag is most még jelenleg nem homogén a gárda, úgyhogy mindenképp egy azonos szintre kell hozni. Úgyhogy ezért is döntöttünk amellett, hogy 10-11 hetes lesz a felkészülési időszak. Egy edzős, főleg én mindig olyan, hogy soha nem kész egy csapat, de én úgy gondolom, hogy október elejére megfelelő állapotban leszünk. Tóth Fruzsina szerint a legutóbbi szezonban magasra tették a mércét, de akár még a korábbi eredményeket is túlszárnyalhatják a következő évadban. Ebben az évben is nagyon magasak az elvárások a klubtól, de nyilván játékosonként is mindenkinek egyénileg. A cél az, hogy benne legyünk az első háromban, és nekem személyesen a célom az, hogy megnyerjük a Magyar Kupát és a Magyar Bajnokságot is. A bajnokság október elején kezdődik. A nyíregyházi csapatot a rajtelő szeptember végén egy hazai rendezési tornán láthatja majd a közönség. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Közel 300 ezer hektárnyi területet vizsgálnak át a napokban légiúton a szakemberek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A felderítés célja, hogy kiszűrjék a parlagfűvel fertőzött területeket. A terület nagyságától függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet a hatóság által kiszabott növényvédelmi bírság, amelyet a földhasználónak vagy a tulajdonosnak kell megfizetnie. Jelentősen nőtt az OKS képzésekre jelentkezők száma az elmúlt években, egyre népszerűbbek a pénzügyi gazdasági területek, de a top szakmák a munkaerőpiaci hiány függvényében is változnak. Az OKS képzések egy része térítésmentesen elvégezhető, de lecsökkent azoknak a felnőtt oktatási intézményeknek a száma, ahol ingyenesen lehet szakmát tanulni. Amennyiben valaki elég elszántságot érez ahhoz, hogy életet mentsen, ingyenes képzéseken elsajátíthatja azokat az ismereteket, amelyeket hirtelen szívleállás esetén alkalmazni kell a mentők kiérkezéséig. A kampány fél éve tart az ország megye székhelyeinek mentőállomásain, amelyekre a laikusokon kívül az egészségügyi dolgozókat, házi orvosokat és asszisztenseket is várják. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 31-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap sem változik számottevően időjárásunk, marad a füllett levegő. Továbbra is meleg, nedves, labilis rétegződésű levegő tölti ki a Kárpát-medencét. Az éjszaka folyamán eleinte több, később kevesebb felhő várható, a késő esti órákig lehet záporokra, zivatarokra számítani. A legtöbb helyen mérsékelt északi szél, néhol éjszaka is élénk marad. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Záporokra, zivatarokra, főként a déli óráktól kell készülni. Az északkeleti szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A hét közepéig folytatódik a füllett, meleg idő záporokkal, zivatarokkal, majd péntektől szárazabbra fordul időjárásunk, de marad a kánikula.